B. Király Györgyi ruháiról és ékszereiről a Karizma Plus gondoskodik. Köszöntöm nézőinket! Alkotások az örökké valóságnak, erről szól a mai Feketén-fehérem, mert hogy itt ül a körünkben, most a hölgyel kezdem, Bőt Élő Hajnalka festőművész, aki a Frezetto mestere, Kesztyűs Ferenc festőművész, aki a Tűzománc kerámia mestere, és Németh Nyiba Sándor egy leheletnyit kilóg a sorból, majd ki fog derülni, hogy miért, ő pedig a magyar kultúra lovagja. Én azért kezdem Feri bátyámmal, mert hogy mi hosszú évtizedek óta ismerjük egymást, és ugye te ültél benn még az Éjszakai Rádió műsoromban is. És én pontosan tudom, hogy amivel te festesz, hogy amivel te a Tűzománc kerámiáidat készíted, az egy speciális festék, ugye? Igen. A Tűzománc kerámiáról akkor engedd meg, mielőtt beszélek, átnyújtsam számodra a Barangolás a Színek Birodalmában című könyvemet, amelyik tavaly születésnapomra jelent meg. Hát a régi barátságunk okán fogad sok szeretettel. Nagyon köszönöm, Feri bátyám. Azt most forgatásra, és hát élvezetre. Meg fogom nézni. Azért áruljuk már el, hogy 90 éves elmúltál. Ugye? Elmúltál 90 éves. Tulajdonképpen most a 91-et taposom. Hát ha agyon nem üttök, akkor talán megérem. Van még energiád, úgy látom. Talán megérem a 91-et is. És hát nagy boldogsággal mondom, hogy azért 91-et taposván tartom magam. Látom, még keményen dolgozom. Dolgozol vese, még? Természetesen. És hát van nekem 64 évvel ezelőtt hoztam létre a Nemzetközi Képzőművészeti Magániskolámat, ami azóta is megy, és tanítok természetet. Na most Feri bátyám, én azzal nyitottam, mert azért egy speciális, aztán majd beszélgetek a másik két vendéggel is, te egy speciális festékkel festesz, amit ugye Nagy József professzorral fedeztetek fel. Mi ennek a lényege? Miért izgalmas ez? Miért más, mint a többi? Akkor azzal kezdeném, hogy nekem két világra szóló találmányom van. Na. Az első a Tűzománc kerámia, azért kezdem ezzel, mert ez volt az első, amit tulajdonképpen az épület kerámipörő vállalat kutató vegyészmérnökeivel dolgoztam ki, és a Trösz felügyelet alatt és jóvágyára hagyására. A szilikon művész festék, amit tulajdonképpen Kenának, aztán egy másik nevet kapott, az a dr. Nagy József professzor úr, aki a Műszaki Egyetem hát nagyon nagy hírű professzor volt, sőt, világhírű feltaláló, rendkívül sok mindent talált ő föl. Na most a lényeg a dolog. Ezt vele csináltátok ketten. Hogy ezért miután megismerkedtünk, mint feltaláló, ezért tulajdonképpen hát abban állapodtunk meg, és szövetkeztünk, hogy kidolgozzuk a szilikon művész festéket. Ennek a tulajdonképpeni kidolgozási időszaka, ez 4 évet vett igénybe, és na most, hogy mit tud ez? Hát ez a lényeg, hogy most már mind a kettőről fagyálló beszélek. Fagyálló és hőálló. Parancsolsz? Jól mondtam? Fagyálló és hőálló. Most mondom el, hogy mind a csak kettő... Csak röviden, mert őket is meg kell kérdeznem. Igen. Mind a két találmányomra vonatkozik, hogy hőálló, fagyálló és ellenáll az UV-nak. Tehát teljesen időtálló. Időtálló. Az idő viszontagságának teljesen ellenáll.
Feri bátyám, innen folytatjuk. Most Hajnalka jön, tehát így megyünk ülés sorrendben, hogy így fogalmazzak. Mert hogy bizonyos szempontból a te frezettód is, Hajnalka, miatt ez szabadalmat hasonlít ehhez az időtálló, fagyálló dologhoz, hiszen te ugye a szobrászatot meg a festőművészetet kombinálod a frezettóval, és ugye ez is kültéri domborműként bárhol szerepelhet, és ahogy láttam, Győrben szerepel is, tehát mindenféleképpen ugyanúgy fagyálló meg hőálló, ahogy a Feri bácsi festéke. Nekem már nem is kell többet elmondom róla szerintem. Én felállok és kivegyek. Csak hogy hogyan engedjelek szóhoz jutni. Te nagyon tökéletesen elmondtad, de Feri bácsi is tökéletesen elmondta, mert ugyanazok hogyan is mondjam neki, a jellemzői, mint valójában ennek a tűzzománszak, amit ugye feltaláltak. Ez a frezzetto technika, ez több mint 90 országra levélett technika. Kül, beltérre egyformán alkalmas, úgy van levédve, hogy idő és időjárás álló festett dombormű, ami kültérre, beltérre alkalmas. Alkalmazzuk is mind a kétféleképpen, ugye készül a beltéri alkotások, amikor tanítok, akkor éppen azokat dolgozok, vagy pedig a kültéren, házfalakon, és ezt Dél-Koreában valójában, amikor kezdtem alkotni, már vagy megvizsgálták, és bebizonyosodott, hogy bizonyos idő után milyen keménységet ér el. És mondták, hogy eléri azt a fokot is, amikor már gyémánt keménységű. És tényleg ez van, hogy egy hét alatt, amikor elkészítettem, ugye támogatunk, először azt mondanám, támogatunk csoportokat, olyan csoportokat, akik általában valamilyen betegségben szenvednek, vagy éppen valamilyen szegényebb csoportokat, inkább így mondom, gyerekeket, és a mozgáskorlátozottaknak készítettünk. Egy olyan megkért a vezető, hogy ő szeretne a falán egy modern kis képet, azt mondja, nem kell nagy, csak olyan 40x40 cm. Hát az tényleg igen, kicsi. Igen, és egy nagyon modernnek, igen. Ugye szép köröket kellett rajta készíteni, különböző színekből, de ez nem is gond, hanem az, hogy megszólal, mikor elviszik telefon hajni. Hát ebben nem tudjuk bele nem tudunk belefúrni videófúróval a közepébe egy hét után. Hát mondom, biztos nem olyat használtok. De valójában a keménységet akarom mondani, hogy egy hét után, mert egy hét alatt kell elkészíteni, annyira keményé válik, hogy egyszerűen nehéz átfúrni, tehát minőségi fúróval is. Nem akarok többet beszélni, mert van még itt mellettem más is. Én köszönöm, hogy te az én műsorvezetői szerepemet átveszed, köszönöm, és hogy figyelsz szépen a vendégekre. Akkor Sándor, veled kapcsolatban, ugye mondtam, azzal kezdtem, hogy a magyar kultúra lovagja vagy, de hát azért téged elsősorban ebben az országban sportolóként ismernek, mert hogy 28 versenyen képviselted Magyarországot, szabadfogású birkózásban, jól mondom? 28 világversenyen. Igen, de szabadfogású birkózás, ez a neve? Nem. Három különböző sportágban vettem részt, ugye birkodásban a legtöbbet, ugye ott voltam szövetségi kapitány, voltam vezetőedző. Bocsáss meg, azért befejezem a mondatot, igen, és utána te jössz, hogy amennyire én visszaemlékszem, olimpikonként, és lehet, hogy most fordítva mondom, a hatodik világbajnokként meg az ötödik helyen álltál, vagy fölcseréltem? Hát voltam világranglistán ötödik, voltam Európa-bajnokságon negyedik, voltam olimpián ötödik, nyolcadik. Na, igen, de, hát azért de ezek nem rossz helyezések. Rengeteg aranyed és bronzérmem van nemzetközi versenyeken, és sőt, még utána is megmérettem magamat, ott kétszer voltam második a világbajnokságon, egyszer nyertem világjátékokat Dél-Afrikában, és utána elkalandoztam, mikor 35 éves elmúltam, mondom, átnézek a judóban, ott volt egy Európa-bajnoki bronzérmem, és grapplingben pedig világbajnokságot nyertem, ez olyan hasonló. Ez a földharc, vagy ez micsoda? Igen, ahol ütés, rugás, törés, folytás, G és G nélkül. És a ketrec harc is benne van ebben a történetben? Olyan jellegű, csak egy picivel másabb a kesztyűnek a mérete, kicsit puhába. Az MMA-soknak, akik a ketrecben verekednek, az olyan szinte, mint egy bőrkesztyű, annál kicsivel vastagabb, azzal még nagyobbat lehet ütni. És ugye most a nézőink megkérdezik, hogy jó, itt ül két festő, azt mondták, hogy alkotások az örökké valóságnak, akkor ez a sportoló, aki itt ketrec harcol, meg birkózik, most miért ül ide közéjük? Hát azért, mert ugye te elindultál, vagy nem is indultam, azért gyerekkorodtól kezdve énekeltél, hangszeren játszottál, verseket írtál, és aztán ez ugye később ki is teljesedett. Igen, hát ugye benne van a harc művészet, a birkózás művészete, tehát minden sport a maga nemében egy művészet. Először, mint költő,
ismerkedtem meg a világgal, és később, mint zenész, 12 éves korom óta dobolok, és 14 éves korom óta birkózok, és ami érdekes, hogy egyébként akkor már egy pillanatra megemlékeznék Pásztori Zoliról, az Éles Együttes dobosáról, akinek köszönhetem, hogy nekem 18 éve, vagy 17 valahogy így, van egy rock legendák vándor kiállításom, és mi a Pásztori Zolival a három dobszoló közben, utána is, előtte is jó barátságban voltunk, és ő neki nagyon sokat köszönhetek lélekben. Ez volt egy ugrás így a zene felé, és akkor ugye van a Depression együttesem, amivel meg több mint 100 himnuszt, indulót írtunk, tehát kis települések, nagyobb települések, nagyvárosok, bevonuló zenék, például Növényi Norbert világbajnoki címmérkőzésére is mi írtuk a zenét, Felfedi Szabolcs világbajnok, Európa bajnok, MMA-s 2006-os, minden bevonuló zenéjét, a mi zenénket használta, amit egyébként pont Viki Dál Gyula énekel, és Sárközi Róbert is használta a későbbiekben. Tulajdonképpen most mondtál is valamit, pontosabban segítettél nekem felvezetni, mert hogy kiválasztottuk az egyik dalt, aminek te vagy a zeneszerzője is, meg a szövegírója is, amit a Depression, majd a névről még egy kicsit beszélünk, ad elő, és hát ez az Adácsi himnusz. Beköszönt a hajnal, sok jó barát. Birkózó szentély áldást hoz ránk, őrzi az eszmét, a lelkünk száll. Birkózó szentély áldást hoz ránk, őrzi az eszmét, a lelkünk száll. Az Adácsi birkózók bajnokot avatnak, ugye most egyrészt a Depression együttest láttuk, és ez olyan furcsa, mert ahogy le van írva, nekem az az áthallás jött elő, hogy depresszió. És ugye a depresszió az nem egy pozitív fogalom, az a szorongás, a rosszul érzem magam, a semmi köze hozzá? Hát, állítólag minden hetedik ember valamilyen formában depresszióban szenved. Természetesen ez is benne volt, amikor ugye a szüleimet elveszítettem, akkor én is egy kicsit magam alá kerültem. Ez volt az egyik, hogy így alakult. A másik pedig a presszió, az egy nyomást is jelent, tehát egy erőt, és az egy depression, és ez így már nem csupán depressziót jelent. Igen. Még egy kérdés, aztán utána ugye szeretném, hogy mindenki megszólaljon, vagy mindenki szóhoz jusson. Miért foglalkoztatok, ugye Adács Heves megyében van ott sok tehetséges gyerek, hogy nekik külön himnuszt írtatok? Természetesen 19 birkózó himnuszt írtam. Az igen. És itt ezekben különböző települések, tehát akik szeretik ezt a fajta stílust, mi rockzenét játszunk, és nekem nagy megtiszteltetés, amikor lehívnak bennünket Adácsra, és akkor ott megjelenik mindenki, lent voltak épp a Növényi Norbi volt, ha jól emlékszem, a Bárdos is annyi, jó magam, és akkor meghallottuk először az életben az Adácsi himnuszt, és adóta is használják, de hogyha elmegyünk Monorra, ott is szól a himnuszt, elmegyünk Celdömökre, ott is szól, és remélem Nagykanizsán és Letenyén is, és a többit nem sorolom. Feri bátyám,
te, amikor a pályádat kezdted, egyrészt ugye nyugodtan odaírhatnánk azt, hogy dr. Kesztyűs Ferenc, mert hogy jogász is vagy, ha jól tudom, ugye? Egy, kettő. Te annak idején a parlamentben freskókat festettél, meg aranyat festettél, sőt, a Ludas Matyiban karikatúrákat készítettél, és mindig úgy írtad alá, hogy doki. És ez miért változott meg? Tulajdonképpen... Mert egyszer Tabi László hívott. Karikatúristaként használtam én, ugye, Fedőnep névként a doki. A doki. Tekintve, hogy ugye én az Állam és Jogtudományi Egyetemet Szegeden végeztem, és hát doktor, ugye, hát miután doktor voltam, dr. Kesztyűs Ferenc, hát úgy gondolta, hogy akkor legyen doki az én álnevem. Tehát a karikatúráimnak mindig így írtam alá, tekintettel arra, hogy ugye nagyon-nagyon sok helyen, külföldön is rendkívül sok helyen, sok szerkesztőségben fogadták a rajzaimat, tehát egy nagyon nagy gyűjtemény. És akkor egyszer csak hívott Tabi László. Igen. És mit mondott? Hát tulajdonképpen ugye miután festőművész vagyok, grafikus művész vagyok, és hát újságíró, magyar nemzetközi újságíró, hát természetes, hogy a normál nevemet vettem vissza, igen. Tehát csak a karikatúra esetében használtam a fedőnevet. Uh-huh. Feri bátyám, rengeteg helyen ott vannak a te hatalmas, nagy dombor, időtálló és fagyálló dombor műveid. Na most azt muszáj megkérdeznem, mert valahol leírtad, hogy ez bírja a mínusz 40 fokot és a plusz 1200 fokot. Mi elégettétek egy 1200-as kemencébe? Tehát honnan tudod, hogy pont 1200 fokig lehet? Onnan tudjuk, hogy ugye amikor kísérleteztünk bent az épületkerámítő vállalatnál, hát ott mindenféle ketyere szerkezet megvolt ahhoz, hogy törésziráltságtól kezdve ugye mindent mérjünk. Tehát ezek a paraméterek, amiket ugye mi használunk, ezek természetesen, hogy ezek ugye le vannak védve, tehát tulajdonképpen ezek nem a hasraütésszerűen történtek, hanem hát ugye a minőség ellenőrző intézet is. Tehát akkor nem csak a... Hajni frezettó technikája van levédve, hanem a te technikád is védett. Aha. Igen. Tehát tulajdonképpen ugye, ahogy említettem, a szilikon művész festék és a tűzománc kerámia festék, ez mind a kettőre vonatkozik, hogy nem csak kisméretű képeket lehet ezzel festeni, kiállítási képeket, netán múzeumi képeket, hanem épületek külső-belső falára bármekkora nagy képet, amekkorát ugye a fal elbír, vagy a pénztárca ugye tulajdonképpen bír. Most legutóbb, éppen 17-én születésnapomon, mert rákérdeztél, hogy dolgozom-e változatú, hogyne. Hát pontosan most, igen, hoztál egy újságot, amiben benne is van. Évemet, igen, itt is éppen van benne. Akkor adtam át ezt a nagyméretű tűzománckerámia képet. Egy orvosi rendelőben. Ezt a Herceg Pilmás utcai rendelőintézetben, ahol már ez a harmadik képem, tulajdonképpen ez cisszelgés részemről, és a fiamnak is van egy képe, mind a ketten tisztelektünk tulajdonképpen az orvosok és az egészség dolgozók előtt, mert megérdemlik ugye, hogy tulajdonképpen amikor a pandémia volt, hogy rendkívül sokat ugye kínlódtak, fáradtak azért, hogy bennünket ugye védjenek, tehát úgy gondoltam, hogy akkor tisztelegni kell előttük, és példát kell mutatni mások Feri számára bátyám, is. Feri bátyám, köszönöm, hogy tőled is. Az előbb Sándortól kaptam egy végszót, most tőled kapok egy végszót, mert hogy ugye most te szóba hoztad a fiadat. És akkor én azt javaslom, hogy most nézzük meg a Nincs annál szebb című dalt, ami egyébként Komáromi Pisti dala, és Feri bácsi képeit mutatja be, és folyamatosan látunk egy szemüveges fiatalembert is. Ősi mozdulatnál, hogyha a fiút épp úgy bűvöli az ecset, ahogy az édesapja álmát elragadja, és képé gyönyörűvé válik a képzelet.
magasságnál, hová a lélek vágyik elérni a csodát. Mindkét madár az égen, két sirály messzi kékben, folytatja örök létig az égbolt mostromát. Mi is lehet szebb annál, a győztes szép pirosnál, zöldnél sárgánál, kéknél, ha győznek a színek. Mert mindent túl kell élni, s a messzeségbe érni, ez érteti a művészt. Ugye a festményeid között volt egy kép, ami a fiadat ábrázolja, mert hogy a fiad az apja nyomdokán halad, és ő is ugyanezt a tűzzománc kerámiát, és ugyanezt a festéket alkalmazza. Igen. Így van, hát tulajdonképpen beleszületett, úgy mondjam, a műterembe és az újságírásba is, mert hát ugye közös az az, hogy paralel mentek nálam ezek a dolgok, újságíróként is, meg hát festőművészként is, meg hát tanárként is. Ugye én a 5. keleti Irány utca iskolának voltam bemutató rajztanára, ami azt jelentett, hogy az egész budapesti rajztanárkar ugye hozzám járt, hogy hogyan tovább a korszerű rajzoktatás festés terén. Na, akkor most ugye itt ülnek a polihisztorok, mert hogy elmondtad, hogy te mennyi mindent csinálsz Németh Nyipa Sándor szintén. Hajni, azért én mégiscsak tőled kérdezem meg, hogy hogyan kerültél te kapcsolatba, ha jól emlékszem, akkor 16. Károly Gusztáv svéd királlyal. Mert hogy te tőle kaptál egy elismerést. Igen, én azt mondom, hogy nem én kerültem, hanem hozzám lejöttek, igen, a Frezetto véget, ugyanis tanítottam 28 személyt a Frezettóra, amíg kidolgoztuk, volt egy első képtől 5. kép, ami el volt készítve. Az első képe még csak tulajdonképpen bizonyos anyagokat használtunk fel, hogy a domborművet kialakítsuk. A második képnél már fejlesztettük, harmadiknál 5. volt az, amikor már végleges formát megkapta. Tehát mindenki, aki az 5 képet elkészítette, tulajdonképpen az első formátumtól egészen a végsőig, a teljes kialakulásig elkészíthetett egy Frezettót. És dél-koreak intézték el, de azt tudni kell, hogy én nagykövet vagyok, jószolgálati nagykövet. Tehát én kapcsolatban voltam a dél-koreaiakkal, a japánokkal is, mivel hogy ők adták nekem a kinevezést. Valamikor úgy volt, hogy leszóltak minisztériumból nekem, hogy elvállalom egy telefonon. Éppen a barátnőmmel, aki színésznő volt, akinek az életét megírtam, hoztam egy könyvet neked ajándékba abból. Éppen őt kísértem valahova. Remélem, Sándor, te is hoztál, csak úgy mondom. Igen. Hogy Feri bácsi hozott, Hajnalka hozott, ez volt a vicc. Igen, és akkor mondom, nem tudom, ki keres, mondom, az éjszaka biztos tégedet keresnek. Hát te vagy a nagymenő itt, te vagy, aki a Prima díjat megkapta, ugye megkapta a Kristálylovat, minden. Én csak egy mellékszereplő vagyok itt, és ezeket csak mondják, nem, engem keresnek, hogy elvállalom-e én ezt a dolgot. Hát mondom, attól függ, hogy de várjál, most szeretnél. Csak a dél-koreaiaknál tartunk, de hogy jutunk el a svéd királyhoz. Igen, mindjárt mondom. Igen. Felkérte arra, hogy elvállal, mert a jószolgálati nagyköveti pozíciót mondtam. Igen, mikor elmondták, hogy miről is van szó, mondom, ugyanezt akarom én is. Aha. Hát egyezik a véleményünk, akaratunk, akkor miért ne állhatnánk így össze. És ugye hozzám irányítottak valakit, egy szemét, aki tulajdonképpen a nemzetközi zsűrizést végezteti. Eljött hozzánk, és mindenkinek a minden tanulónk 5 alkotását elvitt, hogy hol minden évben máshogy zsűrizik. És olyan értékeket kaptak a Frezetto. Ő vitte Svédországba? Hogy hova vitte, nem biztos, hogy Svédországba. De csak ő...
Hajni, hogy igen, jön a képbe a svéd király? Jó? Úgy, hogy ő általuk kaptuk. Hát igen. Ő, nekem már csak, én csak annyit tudtam, hogy hozza a diplomákat, aha, három diplomát, a aha, többi pedig oklevelet kapott, aha, tehát három személy megkapta a diplomát. Tóth Gábriel, Bart Krisztián és én, feltaláló. A többi meg oklevelet kapott. És mi 2013-ban ezt a győri Bartók Béla Művelődés Központban adtuk át. Aztán miután ezt megkaptuk, ugye én nem csak tanítottam, és nem csak azt a 28 személyt, Magyarországra lett levédve a technika. Akkor még nem volt levédve, mikor mi ezt a diplomát megkaptuk. Utána levédettem. 105 alkotást készítettünk egy hónap alatt a 28 tanulmat, de volt úgy, hogy például az én, mondjam most a páromnak a fia, aki orvos és professzor, ő is járt hozzám, és kérte, hogy ő hadd jöjjön reggel, hogy be tudja fejezni időre. Dézsi Csabáról, Győr polgármesteréről beszélgetünk most. Igen, őről van szó, nem akartam annyira mondani, hát ha nem szabad, de ha szabad, hát, akkor mondjuk. Igen, igen, és ugye meg volt adva, hogy melyik nap viszik az alkotásokat, gyűjtöttem össze, mert akkor is volt műtermem. Tehát ő is tud frezettót csinálni, hogy hát, most visszacsatolja. Olyat, hogy más nem tud olyat. Na. Összevarta, össze, én ezt mindjárt mondom, hogy miért. Lehet, hogy most kapkodok ide-oda, de ezt el kell mondanom. Két fél szívet készített el, és azzal a dróttal kötötte össze kettőt, amit a kelet és nyugat határán lévő drótkerítésből hozott haza. Úgyhogy hogy ilyet senki nem csinált csak. Na Hajni, akkor most igen, álljunk meg egy baráti szóra, mert igen, hogy beszélgetünk itt a frezettókról, meg hogy a tanítványaid milyen lelkesen csinálják, milyen eredménnyel. Hát akkor nézzük meg, hogy mik ezek a frezettók. Utoljára én nyáron volt egy tüdőgyógyász konferencia, Győrött is meglátogattalak, hát ismerjük egymást, igen, veled is régóta. Kicsikét. Igen, és ugye én akkor láttam, hogy nagy meglepetésemre te is
olyan-olyan aktív vagy, mint Feri bácsi, hogy ott föl volt árványozva az Erzsébetligetben egy étteremnek a, hát én nem tudom, de óriási méretű fala, és te ott az állványon álltál, és éppen a frezettódat igazítgattad ki. De nem véletlen, hogy itt vagyunk egymás, mert mint sportolók, én is sportoló voltam gyerekkoromban, úgyhogy semmi probléma. Tehát ugye nyugodtan fölmész az állványra. Igen, én voltam művészi tornász is. Igaz, hogy a balett iskolában nem iratkoztam be, 3 éves koromban akartak elvinni, mert nagyon tetszett a balett ruha a nővéremen. Azt hitték, hogy balettozni akar, mindig utánoztam, hogy én meg tudom csinálni a hídat, fordítva persze, és elvittek, és hogy igen, és mikor nem kaptam meg a szép ruhát, hazamentem. Mondtam, köszönöm, akkor én ezt most nem vállalom, de megyek tovább. Tehát én is sportoltam sokat. Ugye NB1-2-es kézlabda csapatban voltam, akkor művészi tornáztam, 4 tusa volt annak idején még, amit mi ugye még mi végeztünk. Mondtam, hogy sok oldalú emberek ülnek. Igen, azon kívül ugye a könyveket nem hiába hozzuk minden, mert kiadó is vagyok, persze, ugye tudom, nem én akartam. Tudom, ezt végül is kineveztek bennünket, tudom, az első két hallat. Sándor, ha már most Hajni a könyvekhez terelte a szót, akkor a te egyik verses kötetednek, ha én jól emlékszem, az a címe, hogy Ne szégyeld, hogy van lelked, jól mondom? Igen, az egyiknek. Na, akkor engedd meg, hogy még azért két mondatot hozzáfűzzek, mert hogy nekem ez több dolog miatt nagyon érdekes, izgalmas és fontos, hogy te pont ezt a címet választottad. Az egyik az, hogy az ember egy birkózóról, egy ketrecharccal foglalkozó emberről, egy harcművészetekkel foglalkozó emberről azt gondolna, hogy hű, de kemény, hát ő aztán nem fogja kirakni, meg kidobálni azt, hogy neki mekkora lelke van. Másrészt azt ugye tudjuk, hogy egy pénzorientált világban élünk, ahol nem az a jellemző, hogy az érzelmeinkről, bár kellene, meg a lelkünkről beszélgetünk. Harmadrészt pedig különböző pszichiátriai és pszichológiai vizsgálatok igazolják, hogy a férfiak érzelmi IQ-ja az alacsonyabb, mint a nőké. Na most nekem személy szerint ebben a kontextusban elképesztően izgalmas, hogy te azt mondod, hogy igen, vannak érzelmeink. A hölgyek eleve több mindenre tudnak figyelni, mint a férfiak. Talán hát ugye megjelent először a Fűzfa kereszt, majd később a Ne szégyeld, hogy van lelked, és most pedig az sem akármi, 1000 oldalon jelent meg a Követ a vénység című kötetem, és ugye úgy folytatódik, hogy Követ a vénység, nem akar lemaradni. És ezt úgy gondoltam, hogy ezzel az 1000 oldallal még tartozom, hiszen gyermekkorom óta írok saját titkos. És mondd, mennyi idő alatt írsz meg 1000 oldal? Tehát azért ez egy élet. Na azért, mert ezt azért, nem csak így nekiülsz és írogatod. De azért vannak mesés kötetem is van, meg hát 380 CD-n zenélek, gitározok, dobolok, énekelek, tehát nagyon sok minden. És amire nagyon büszke vagyok, ugye a Krúdy Gyula Irodalmi Kör, aminek 4 éve vagyok a vezetője, először mint titkár. Akkor azért hoztad el azt a könyvet, így van, ugye? Ez az antológiánk, a 40 éves most volt 40 éves a Krúdy Gyula Irodalmi Kör, és az antológia a 40 éves időre jelent meg, mint jubileum antológia. A nagy dolog, hogy ebben szerepel Baranyi Ferenc, a Kossuth Díjas, szerepel benne Simon, bocsánat, akit akartam mondani, a Pánti Anna, az opera nagykövete, akkor számtalan eszét írtak, Stancsics Erzs például itt a Táncsicsról, mert ő egyenes leszármazottja neki, akkor Váci Mihályról van írás. Szóval nagyon, nagyon érdekes történetek, több József Attila díjas irodalomtörténészek írtak esszéket, és hát természetesen a Krúdy Kör tagjai versekkel, festményekkel, prózákkal színesítették a 530 oldalas kötetet. Jól tudom, hogy ők ketten itt szintén a Krúdy Kör tagjai. Igen, természetesen ők is a Krúdy Kör tagjai, és még hozzáteszem, hogy a Hajninak rendszeresen járok a rendezvényeire, rendszeres fellépő vagyok arra a Hajninál. Nem is tudtam, hogy ti ismeritek és vannak egymást. Ködös dolgaink a Hajnival, majd ha akarja elmondja. És én láttam élőben ezt a frezettót, hát ez annyira jó, és annyi képet készítettünk, ez este egy télhomály volt. Tetszik neked? Hát el voltam ájulva, ezt őszintén mondom. És akkor, hogyha már Hajnit dicsérem, nem tudom megállni a Feritől, mert a Ferihez meg bemegyek a vérvételre, leveszik a véremet, fölnézek, és a Ferinek ott van a
a gyönyörű kis alkotással. Lejjebb megyek egy emeletet, ott is ott van a Herceg Prímás utca orvosi rendelőben. Emeleten a Ferinek az utolsó mostattuk át egy hónappal ezelőtt, ugye ott is szavaltam, meg ott minden voltál. Volt, persze. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy ember nagyon sokféle. Tehát egy ember nem arra születik, hogy csak festő, vagy csak költő. Vagy csak sportoló. Meg sportoló. Ez egy összvér dolog. Tehát egy emberben nagyon sok minden lakodik. Az a kérdés, hogy milyen szülei vannak, mennyire engedi a környezete, hogy azzá váljon, aminek született. Mert mindenki tehetséges ezen a világon, mindenki kivétel neki. És azt mondod, nem mindenkiről derül ki. Sándor, azt mondod, hogy egy ember több dologban tehetséges, simán. Nem csak egyben. Hát ha nem kell kocsmába járni, mert én nem járok, csak úgy, most úgy őszintén megmondom. Tehát reggel fölébredek, és már kezdek verset írni. Elfárad az agyam, már veszem elő, leakasztom a gitáromat, már azon gondolkozom, hogy milyen dalt szeretnék kitalálni. Utána leülök reggelizni, akkor már a dobtémákat gyakorlom. És amikor eljön a délután, ha esetleg úgy alakul, akkor elmegyek egy edzést tartani, vagy harcművészekhez elmegyek, vagy éppen elmondom, hogy Magyarországon szerintem a legtöbb rendezvényt a Krúdy kör tartja. A havi 3 az a minimum, de itt olyanról beszélek, hogy 40-50 és 120 fő között vagyunk a rendezvényeken, és mint a 44. táboromban, most az utolsóban, mint mondtam, Egerben jártunk, ott ugye 60-an voltunk, de voltunk már 80-an, voltunk 40-en, 50-en, és ide szintén a Farkas Bertalan előadó volt, a Baranyi Ferenc előadó volt, a Kossuth Díjas, a Ratkó József családja, a Ratkó is a nagy költő volt, és igen, a fia hozzám járt a testvér és egyetem továbbképző intézetében, nálam vizsgázott, és előtte én nem ismertem, és beszélgetünk, mondom, ne haragudja, te rokona vagy a Ratkó Józsefnek, aztán nem, azt mondja, a fia vagyok. És akkor innét már ugrok is egyet, hogy milyen összetett a világ. Uh-huh. Ferivel beszélgettünk gyakran, kiderült, hogy együtt lakott a Nagy Lászlóval. A Ratkó Józsefet jól ismeri, összejártak. Tehát számomra ez olyan, mint egy örökké valóság. Nekem, mint költőnek, aki a nagyköltők életével foglalkozom, és állandóan kutatok utánuk, akkor nekem egy ilyen, hogy a Feri bácsinak kapcsolata volt, pedig akkor én így elájultam. És akkor faggattam a Feri bácsit, úgyhogy kár, hogy nem 40 napig tart ez az adás, mert akkor sok mindent megfogná. Akkor faggathatnád még egy kicsit. Milyen emlékeid vagy élményeid vannak, ugye most felsorolta Örökség. Sándor. Mondom, Sándor felsorolta, hogy ki mindenkivel találkoztál. Hogy Nagy Lászlóval, meg Ratkó Józseffel. Igen, elmondja. Hát igen. Jó. Csak közben nézzük az órát, mert ugye nem megyünk innen haza akkor. Ugye a felszabadulás után tulajdonképpen az ország fiatalságát ugye felcsalták Budapestre, mármint azokat a fejeket, akik idézőjelben fejeket, akik ugye garanciát láttak bennünk, hogy tulajdonképpen tovább tanulásra alkalmasak vagyunk. De jön azért a Nagy László meg a Ratkó történet is, ugye? Igen. Jó. Tehát tulajdonképpen a Nagy Lacival úgy ismerkedtem meg először, hogy képzőnszék főiskolájára járt elő, hogy... Na, és tessék, és akkor képzőművész, festő, költő. Aha. Tehát úgy ismerkedtem meg vele, hogy közös ágyunk volt, mármint, hogy emeletes volt ágy. Igen. Ő ugye miután hát járóképtelen volt, bottal járt, köztudott. Ugye az alsó plicsen ott aludt, én meg a fölsőn is ott mászkáltam rajta keresztül. Aha. És hát természetes, hogy ő már akkor nagyon-nagyon benne volt a verselésben. Uh-huh. És miután nagyon-nagyon jó barátságban voltunk, hát ő egy-egy verset, amikor megírt, fölolvasott nekem. Én meg örömmel vettem, mert amikor polgáriskolába jártam, akkor én is elkezdtem verselgetni, és tulajdonképpen ragályos volt, és aztán én is sok verset írtam, úgy kezdődött az újságíró pályám, hogy ugye verset kezdtek tőlem közölni, és utána lettem majd újságíró. Aha. Na most hát a Lacival nagyon-nagyon jó barátságba keveredtünk. Később ő már nem a főiskolára járt, azért hozzánk eljárt. Mi a
Budán a Szálosi Villában, ott Szálosi Villában laktunk, tehát az volt a mi diák szálunk, és hát szinte mindennapos volt, mert ugye hát miután képzőnyszer főiskolára járt, szinte a diákságot ugye hát ott sok barát volt, hát úgy valahogy úgy érezt, hogy közénk tartozik. És hát nagyon-nagyon sokáig tartott a mi barátságunk, de hát sajnos, hogy az igazság, hogy az élet aztán bennünket úgy elválasztott, mert ő másik pályára ment, én meg... Feri bátyám, egy dolgot még megkérdezek tőled, aztán hajné a szó, hogy ugye én úgy tudom, hogy neked a világon rengeteg helyen vannak alkotásaid, például Bangkokban is. Hogy kerültek a te dolgaid Thaiföldre? Hosszú. Nagyon-nagyon sok külföldi kiállításom volt már nekem, és tulajdonképpen én Svájcban szerkesztettem az Európai Magyar Újságot, ami tengeren túl és eljutó lap volt. Na most természetes, hogy ott is Svájcerte nagyon sok helyen állítottam ki, mint festőművész. Hát ez úgy volt, hogy amikor ugye elmondtam a szerkesztőbizottság ülésein belül, hogy ki milyen anyagot hozom a következő számhoz, utána én már átvedlettem, már festőművész voltam, összemászkáltam Svájcot, egyrészt szedtem fel és az anyagot. És elmentél Thaiföldre is? Másrészt ugye festettem. Elmentél Thaiföldre is? Tessék? Elmentél Thaiföldre most is? Most mondom, igen, hogy tulajdonképpen a szerkesztőségbe megismerkedtem én azzal a úrral, aki tulajdonképpen feleségül vette a thaiföldi egyik hát hölgyet. Igen. És az mondta nekem, hogy hát nagyon szívesen csinálna nekem Bangkokban kiállítás. Hát ma mondom, hát Bangkokban, hát keresek én Bangkokban, Thaiportba mászkáló embereknek én ott kiállítsak. És miért? Mert úgy látta az arcom, hogy úgy nem nagyon tetszett a játék, a kínálat. Előre én örültem volna, igen. És mutatta a fényképeket. Te jó Isten, mondom, hát New York elbújhat mellette. Na így kerültem én ki, tehát Bangkokban. Most Bangkokban sikered három helyen volt, annyit mondjunk csak, sikered volt? Parancsol? Sikered volt? Nagyon nagy sikere volt. Először is ugye a Imperial Park Hotel, tehát a Királyné Hotelben kezdődött az én kiállításom, és aztán Pattaján a világhírű tengerpart üdülő övezetben folytatódott, igen, és még majd egy másik hely, úgyhogy három volt Bangkokban. Nagyon jó, akkor most átadjuk a szót Hajdinak, jó, Feri bátyám, és köszönöm a Bangkok sztorit. Ugye az előbb arról beszélt Sándor, hogy majd ha akarod, elmondod ezeket az összefonódásokat, megtalálkozásokat, és te azt mondtad, hogy akarod. Igen, akkor most ott kezdem, hogy amikor megkaptam a kinevezésemet... Azt nem mondta is, hogy hosszú. Nem, rövidebb fogom. Igen. Amikor megkaptam a kinevezésemet, ugye minden hónapban lejártak Győrben, különböző országokból nagykövetek, akik tanítottak bennünket az étkezéshez, a viselkedéshez, és akkor egyszer rám került a sor, nekem kellett előadást tartani, hogy én mit is akarok. Én akkor vállaltam azt, hogy én tehetségkutatás, tehetséggondozással fogok foglalkozni, és csak a saját pénzemből. Tehát nem veszek igénybe semmiféle segítséget, csak azt a pénzt használatra, amit én tudok megkeresni. Tehát ezért lett olyan sokrétű az én munkám, mert mindenütt, ahol pénzt láttam picikét, nem nagyot, csak picikét, az, amit úgy gondoltam, a következő rendezvény elég lesz, akkor azt a részt meg kerestem. És különböző tehetségekkel, tehát mondanám most, hogyha a Jánoki Máriót a Szolójában én fedeztem fel, akkor voltam egy országos rendezvésen zsűri elnök szoktam lenni, és akkor a Székesfehérvári színház termében kellett bemutatnom a Pünkösd Fesztiválnak a részvevény. És akkor jött az édesanyja Máriónak, mikor már fellépett, és mondom, és van valami segítség? Mondom, titeket segít valaki? Nem. És akkor kezdtem őt. Ő a vakzenész, ugye? Igen, de nem csak ő, hanem a másik kisgyereket is, a Jánoskát, őt is én fedeztem fel, mert ugye én a vakokat is segítettem, megtanítottam szőni őket, mondtam, jobban tudnak, mint a látó emberek, még a felvetést is megtanulták, tényleg kiállításokat rendeztünk, de amit tovább szeretnék mondani, hogy nem csak őket, de nem csak betegeket segítettem, hanem mindenkit, akit úgy éreztem, hogy rászorul, akkor elkezdtem tanítani.
És akik nálam tanultak, akár festészetet, akár más képzőművészeti technikát, nekik kezdtem a rendezvényeket csinálni, és akit felfedeztem, mint tehetséget, próbáltam megemelni. Tehát ott olyan helyekre vittem el kiállításokra, mint ahogy mondta, ugye beszéltünk róla, hogy én is 2-3 hetente kiállítást rendeztem. 3 helyünk volt Győrben, 3 kiállítóhelyünk. Az iparkamara, ez egy nagy épület, és nem tudom, hogy láttátok-e, vagy valamelyetek volt-e ott. Új épület és egy üvegpalota. Megkaptuk az aulát, megkaptuk a konferenciatermet. A konferenciaterem 1 órára 300 000 forint volt már 2005-ben. És mi megkaptuk az, volt, amikor 400-500 vendégünk volt. Szóval itt tudtam bemutatni az én művész felfedezetteimet, de itt mi nem álltunk meg. És nekem az volt a lényeg, mert azt vállaltam még annak idején, amikor kineveztek, hogy én a magyar kultúrát viszem külföldre, külföldön lévő magyarokat hazahozom. És azért hoztam ezt a Böthé Krónika könyvet, mert ebben egy professzor Daytonban, Amerikai Egyesült Államokban, Daytonban fogadott bennünket a Rice Street University-n, őnek egy osztálya volt, tulajdonképpen szociális osztály, amit képviselt, és a magyarokat felkarolta, többször voltunk kint, vitt Yellow Springbe bennünket, ami egy, valójában csak egy művészváros, nem tudom, hogy mennyire ismeritek, és bemutatott bennünket, felléphettünk, a kis társaságommal műsort csináltunk nagyon sok helyen. Az teljesen nyilvánvaló a számomra, hogy mind a hármatoknak nagy szíve van, mert ugye abból, ahogy elmondtad, hogy Feri bácsi támogatja az orvosi rendelőt, meg ki tudja még hány helyet, ahova kirakja az alkotásait, te ugye a fiatal tehetségeket akarod felfedezni, meg fel is fedezed, és segítesz nekik, és pályázatokat írsz ki, és ti is a frezettúitokat árverésre bocsátjátok, és például a Győri Kórház szívsebészetét támogattátok. Sándor, te, ahogy ugye szervezed a különböző alkotótáborokat, te ugyanebbe a kategóriába tartozol, amiben Hajné és amiben Feri bátyám. Egy mondatot mondhatom, igen, elnézést. Mert aztán leállok. Csak azt szerettem volna, bocsánat, azt szerettem volna mondani, hogy most ugye Jézus életével kapcsolatban már egyszer volt beszélgetés. Igen. És most jött el az az ír, amit mondtam. Egy óriás frezettó, nagyobb, mint amit te láttál, és részekben ezt lehet vinni, bárhol, igen, bemutatni, fém keretekben van. És egyébként felajánlottad a COVID-árváknak. Igen, de akkor, mivel hogy nagy volt, ugye, akkor nem lett végül is ez árverezve, hanem úgy döntöttünk, hogy más kapnak. Most lesz 15-én a Regőci Alapítványon egy jótékonysági estünk. Én azt gondolom, hogy egy hirtelen belegondolok, szerintem az elmúlt évben 5 domborművet avattunk, Turi Török Tibor, Podmalicki díjas, Krúh díjas költő, illetve szobrászművésztől. Ebben volt ugye birkózó, például Kis Ferenc, aki több olimpiabajnokot nevelt, többek között ugye Majoros István, Farkas Péter, Kocsis Ferenc, kiváló mester volt, 2-szeres Európa-bajnok, olimpiai érmes, világbajnok, nem sorolom. Avattunk természetesen Petőfi domborművet Kunszent Miklóson, azon kívül most van folyamatban, hogy talán el szabad mondani, hogy Óbudán Krúdi szobrot fogunk avatni, tehát melszobrot fogunk avatni, ami már készen van, szintén Turi Török Tibor alkotása, arra várunk, hogy mikor kerül minden a helyére, és akkor már avatjuk a szobrot. Azon kívül a József Attila emlékházban van egy József Attila szobrunk, nagyon jól néz ki, nem akarom ezt, és Balatonszászon szintén van a házban egy szobrunk, ami szintén József Attila, és ezen kívül több száz festmény, tehát a Vörös Sándor házban 2 festményünk van, de vittünk a Nagy László gyűjteményben is vittünk le festményeket. Tehát én azt gondolom, hogy a Krúdi Gyula irodalmi kör egy olyan sokszínű, olyan színes társaság, hogy mindenféle különleges emberek megtalálhatók, tehát szobrászokon keresztül festők, írók, költők, szépírók, és ugye ami nagy dolog, hogy most például a következő előadásunk, szabad elmondani, a Kéri vendéglőben, Krúdi törzsein, ahol szintén avattunk, ugye egy Krúdi domborművet, ahol a törzsei volt, ahol evett mindig. Igen. Krúdi.
Most például Madarász Imre irodalomtörténész, Dante kutató fog Gárdonyi Gézáról előadást tartani, aminek azért lesz nagyon jó, mert mi most voltunk, ugye Gárdonyi házban voltunk, Gárdonyinak a temetkedési helyen voltunk, Gárdonyiról voltak előadások az Egri táborban. Most ezt akartam kérdezni, hogy Egerben vagy Gárdonyban, mert mind a két helyen van emlékhelye. Egy fantasztikus kutató ember, az most mélyére megy a titkosírásnak és egyéb dolgoknak, amit egyébként úgy kell, hogy Gárdonynak hosszú évekig nem fejtették meg, alulról, balról fölfele kell olvasni a titkosírását, és hihetetlen színes egyeniség volt, és annyit, olyan életútja volt, hogy félelmetes. Annyit azért még gyorsan tegyünk hozzá, hogy ugye a fiatal tehetségeket sportolóként is támogatjátok, hiszen rengeteg tábort szerveztek. Én mindenkit támogatok, tehát nem csak fiatalokat, középkorúakat. Ez aranyos volt, igen. Nekem egy a fontos. Én, na mi? Én azt mondom, hogy az Isten nagyon jót tett velem, hogy ebben a testben engedte, hogy a lelkem itt maradjon, és engedi, hogy szerethessem az embereket. És én, anyám szokta mondani, hogy fiam, akkor van baj, amikor valakiben már nem tud megfordulni az irigység. Én nagyon szeretem az irigy embereket. Van is egy ilyen versem, hogy mert ők nekem nagyon-nagyon sokat segítettek. És az az igazság, hogy valahol az út mindig visszavezet hozzám, mert én nem vagyok rossz, jó ember vagyok, szeretem őket, támogatom őket, segítek őket, és ad a legnagyobb fájdalma annak, aki esetleg megpróbál. Mert ugye hirtelen ránézel valakire, hogy lehet ennyi mindent csinálni. Úgy, hogy annyit kell aludni, mi hárman alszunk, és akkor mindenre marad idő. Vasakarattal, ugye? Mert ilyen tábort is szerveztetek. Hát félelmetes, amit én, tehát harcművészet, költészet, zene, hát 100 himnusz, mindenek ott van a bizonyíték. Nem úgy mondom, hogy mondok valami. 100 emberre való energiát sikerült összehalmozni. Minden klasszikus, rockot, jazz, mindent játszunk. Hajni, akart nagyon mondani tudod, valamit. Tudod, hát én ilyen vagyok, mindjárt fölteszem, mivel hogy nem mondtam el, hogy hol találkoztunk. Gondoltam, most Sándor, megnyilván, léces mód meg, hol találkoztunk. Először, tudom. Gyerekek, alig van időnk, úgyhogy gyorsan mondjátok meg, hogy hol találkoztunk. A Hajné egy országos, hatalmas nagy rendezvényt tartott Győrbe. És én akkor találkoztam vele először, de mivel elkezdtünk beszélgetni egymással, tehát így valahogy így olyan volt, mintha gyerekkorunk óta ismertünk volna egymást, és éreztem, hogy egyfelé húz a szekér. És akkor azt mondtam a Hajnénak, na jó, hogyha ez ennyire nagy rendezvény, akkor én elviszem az első magyar rocklegendák vándorkiállítást, hiszen a tulajdonosa voltam, és nem tudtam az egészet elvinni, mert hely nem volt, de egy részt elvittem, és akkor egyben ott volt a kiállítás, ott voltak a festők, és ott szavaltam, és gitároztam, és minden volt. Én még hallgatnálok titeket sokáig, de mindjárt vége van. Az, hogy tulajdonképpen miért csináltam én ezt a fesztivált, mert Budapesten egy nemzetközi fesztivált akartak, olyat, hogy fizetéses képzőszeti fesztivált valahol egy áruházban csinálni, és az utolsó nap reggel, mikor már mindenki ott volt, külföldről megjelentek a művészek, akik befizették a pénzt eltüntették, sehol semmi, és azt mondom, hát ezt a zsiványságot, és akkor jött ez a gondolat, a hogy én akkor ingyen megcsinálom Győrben, megkaptunk 3000 négyzetmétert, ezt bele kellett mondani, lehet, hogy vége van, de én ezt csak ezért csináltam. És ők is valójában így jöttünk össze, több művésszel, ők is felajánlották teljesen ingyen. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és azt gondolom, hogy végül is sokkal több lett ebből a beszélgetésből, mint amit én ebbe bele szándékoltam eredetileg, hogy tudnélik az alkotások az örökké valóságnak, mert hogy azért kiderült, hogy egy kicsit valahányan, vagy valamennyien polihisztorok is vagyunk, mert hogy mindannyiunkban van többféle tehetség, csak ugye ahogy ti ezt kiteszitek az asztalra, és minden áldott nap mentek azon az úton, hogy csinálom, energia és akarat kell hozzá. Én köszönöm, hogy itt voltatok, és én azt gondolom, hogy Kesztyűs Ferenc, Bőtélő Hajnalka és Németh Nyiba Sándor egy abszolút számomra példamutató beszélgetést hoztatok össze, mert hogy kiderült, hogy rengeteg mindent lehet csinálni, és az is kiderült, hogy érdemes támogatni egymást, és hogy érdemes szeretni egymást. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm, hogyha velünk tartottak, viszontlátásra. Király Györgyi ruháiról és ékszereiről a Karizma Plus gondoskodik.